Még nincsen döntés arról, hogy a Lánchídról kitiltják-e az autósokat. Nyáron társadalmi párbeszéd indul, ezt ígéri legalábbis Karácsony Gergely főpolgármester. Az egyik lehetőség azonban valóban az, hogy a felújítás után csak a buszok mehetnek majd át a hídon, a normál autóforgalom megszűnne. Karácsony Gergely szerint bringás forradalom zajlik Budapesten, és a rakpart, illetve a Lánchíd esetleges lezárásával ő csak a választási ígéreteit teljesíti, illetve teljesítheti. Azt mondta, hogy az autósok érdeke is, hogy kevesebb legyen az autó. Azt mondhatjuk, hogy egy igazi bringás forradalom van. Megváltozott Budapest közlekedése, és éppen egy kerékpáros forradalom zajlik, mert egyre többen használnak biciklit. A főváros célja pedig az, hogy a kerékpárutakat, illetve a közösségi közlekedést fejlessze. Erről Karácsony Gergely beszélt a Molbubi újbudai gyűjtőállomásának átadásán. Minél több autó van a városban, az mindenkinek rossz. A főpolgármester szerint a változáshoz és a biciklis forradalomhoz az autósoknak is alkalmazkodnia kell. Budapesten csökkenteni kell az autóforgalmat, hiszen az autós közlekedés számára is rossz, hogyha túlzott mértékű az autóforgalom, akkor utána el kell azon is gondolkodnunk, hogy mégis mik azok a lehetőségek, amelyekhez hozzásegítenek minket. Szerintem Európában, egy történelmi belvárosban az, hogy a város átszelő autópályák vannak, ez egy idejét múlt hozzáállás. A főpolgármester szándékosan uszítja egymás ellen az autósokat, bicikliseket és gyalogosokat, és két lépcsőben tenné élhetetlenné Budapestet. Erről az Origó írt. A portál szerint ugyanis a balliberális főpolgármester nemrég jelentette be, hogy lezáratná az autósok elől a Pesti Alsórakpart egy részét, amit azzal tetézne, hogy a Lánchídra sem hajthatnának fel az autósok. Pedig a Pesti Alsórakparton péntek délben is jelentős volt a forgalom, még akkor is, ha ilyenkor kevesebben autóznak arra, mint reggel vagy délután. Az autósok arról beszéltek a híradónak, hogy ha a balliberális főpolgármester tervei megvalósulnak, akkor Budapest belvárosában gyakorlatilag lehetetlen lesz közlekedni. Így is meg van bénulva, és azért az elég sokat levett a Lánchíd a budapesti forgalomról, hogyha azt nézzük. Tehát így azt mondom, hogy nem jó ötlet se a rakpart lezárás, mert az is levesz nagyon sokat Budapestről. Mások szerint a forgalmas útvonalak lezárásának tervével Karácsony Gergely megint nem veszi figyelembe az autósok érdekeit. Csak ennyit vannak felháborítva, hogy ezért szerintem nem kéne lezárni egyszerre mindent. És olyan sokan közlekedünk autóval, szerintem nem kéne lezárni. Akár a tavalyi óriás dugókhoz hasonló közlekedési káoszt is okozhatnak Karácsony Gergely elképzelései, erről is beszéltek az autósok, ugyanis szerintük az egész terv átgondolatlan és kapkodó. Egy baromság az egész úgy, ahogy van. Ennek semmi értelme, nincs koncepció, nincs alapja, nincs értelme. Nem kell ettől félni. Karácsony Gergely szerint a Lánchíd autómentessé tétele mellett szakmáról a felújítás után döntenek. A főpolgármester szerint nagy az igény a rakpart autómentessé tételére, illetve a gyalogosok és biciklisek előtti megnyitására. Karácsony Gergely ezt egy felméréssel igazolta, amiből szerinte az derül ki, hogy a többség a gyalogosoknak adná a rakpartot. Az autósok kitiltásáról néhány napja az Index is megkérdezte az olvasóit. Egy nap alatt 30 000-en válaszoltak, és mintegy kétharmaduk, több mint 20 000-en elutasították Karácsony Gergely ötletét. Az intézkedés ellen már több szervezet is tiltakozik, ugyanis szerintük az a mostaninál is nehezebbé tenni az áthaladást Budapesten, amellett, hogy a vállalkozások is nehéz helyzetbe kerülnének. Zsapka Zsolt, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke az M1-en arról beszélt, Karácsony Gergely annak ellenére nem egyeztetett velük a terveiről, hogy azok áremelkedést hoznának magukkal, illetve sok vállalkozás meg is szűnhetne miattuk. A vállalkozók nagy részét ellehetetleníteni. El fogja lehetetleníteni ez a fajta lezárás. Azt azért tudni kell, hogy Magyarország vállalkozásainak 41,9%-a itt van regisztrálva Budapesten. Több mint 300 000 vállalkozásról beszélünk. Nem teheti meg a főpolgármester, hogy nem kommunikál velünk, és azokat a javaslatokat, amit mi megteszünk felé, azt figyelmen kívül hagyja. Zsapka Zsolt hozzátette, jelenleg egy felmérést készítenek Karácsony Gergely terveiről, aminek az eddigi eredményeiből az látszik, hogy a vállalkozók 63%-a elítéli a tervezett lezárásokat.